Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Tiltakoznak a pécsi szivárványos nap ellen. A gyerekeket féltik a programoktól. Vandálok, rongálók ispitalján. Kamerákat szereltetne fel a pécsi képviselő. Tranzit a Nádor galériában. Pályázatnyertes művészek bemutatkozása. Világzenei élmény a Pirogránit udvarban. A Balkán Unión Quintet adott koncertet. Tiltakozik a Mi Hazánk mozgalom a pécsi szivárványos nap ellen. A rendezvényen az LMBTQ-t népszerűsítő programokat tartanak, amiket korhatár nélkül látogathatnak az érdeklődők. A Mi Hazánk szerint ez veszélyes a gyerekekre. Második szivárványos nap Pécsett augusztus 10-én a szabad kikötőben 11 és 15 óra között. Így hirdetik az eseményt a Facebookon a szervezők. Az Amnesty International Magyarország és a Diverse Youth Network jegyzi az immár második ilyen rendezvényt Pécsen. A Mi Hazánk mozgalom tiltakozik a szivárványos nap megrendezése ellen. Gyermekek érzékenyítése ellen tiltakozunk. Azért tiltakozunk, hogy a gyermekeket ne befolyásolják azt, hogy milyen legyen a nemi identitásuk, ne az legyen, hogy a gyermekeknek megmondják, nem sugalják, hogy ők megváltoztathassák a saját nemi identitásukat, amik igazából két nemi identitás van, férfi és nő, ennyi. Az eseményen korhatártól függetlenül ingyenesen bárki részt vehet, írják a szervezők. A leírásból kiderül az is, hogy a szülők az LMBTQ plusz emberekért Facebook csoport önkéntes szülőkkel képviselteti magát az eseményen. Mint írják, nyitottan várják, hogy beszélgethessenek az ide látogató fiatalok és idősebbek aggályairól és jó tapasztalatairól. A Mi Hazánk pécsi elnöke azt mondja, sokan támogatják a tiltakozásukat. Támogatóak a visszajelzések, az emberek egyetértenek vele, sokan nem mernek eljönni egy ilyen tiltakozásra, mert esetleg munkahelyükön vagy bárhol rossz megítélés, esetleg a munkahelyüket féltik, de a visszajelzések, amikor négyszemközt beszélünk emberekkel, nagyon jók, támogatóak. A tiltakozás nem merül ki a szavakban, jelen lesznek a tiltakozók a szivárványos napnak helyszínt adó egység közelében is, mondja Varga Tamás. Fizikailag ott leszünk holnap, 11 és 15 óra között lesz ez a gyermekek érzékenyítése, mi addig végig ott leszünk, mi a térfoglalást is úgy kértük, 10.30-tól már ott leszünk a vele szemben, pár aktivistával és monilóval. A gyermekek érintettsége miatt már tavaly is többen tiltakoztak a rendezvény ellen. Akkor még az is felmerült, hogy a gyermekvédelmi törvényt sérti a szivárványos nap, azzal, hogy a kiskorúakat is beengedik az LMBTQ-t népszerűsítő eseményre. Egyre több megrongált utcabútorral találkozni az ispitaljai városrészben Pécsett, mondja a terület képviselője. Az egyik padot például már háromszor kellett rendbehozni, javítani, hogy használni tudják. A jelenlegi állapotokon változtatni kell, mondja a politikus. Új pad a pécsi ispitalja városrészben, nem mutatja a terület képviselője. Az új utcabútornak akár örülni is lehetne, de a képviselő szerint erre nem sok okuk van az itt élőknek. Ahol most vagyunk, ez a Kandó Kálmán utcai busz megálló, ennek az a sajátos és egyébként szomorú története, hogy itt az elmúlt két hétben kétszer kellett ülő alkalmatosságot padot cserélni, hiszen az eredeti itt álló padot azt megrongálták, később egy új pad került ide, amit pedig hát eltulajdonítottak a kiállítását követően, most pedig már egy ilyen régi típusú betonlábas pad található itt, hát azt reméljük, hogy ennek már nem kél lába az előttünk álló időszakban, de nagyon szomorú az, hogy tényleg ilyen helyzetek állnak elő ebben a városrészben. Barkóczi Csaba azt mondja, nem egyedi esetről van szó, egyre több rongálás történik ebben a városrészben. Ennek a történetnek az az előzménye, hogy sajnos itt a városrészben nem most, hanem már hosszú ideje, hát a rongálás, a vandalizmus az sajnos a mindennapok részévé vált a különböző utcabútoroknak a való különböző típusú károkozások. Sajnos az előző 5 évben erre nem fordított kellő figyelmet az eddigi városvezetés.
Ezen mindenképpen változtatni kell a képviselő szerint. Éppen ezért térfigyelő kamerákra lesz szükség Spitalja több pontján is, amelyek alapján beazonosíthatóak, illetve megelőzhetőek ezek a típusú károkozások, amik ugyan önmagukban egy-egy esetet tekintve nem tűnnek jelentős anyagi kiadásnak, összesítve azonban azt, hogy évek vagy hónapok alatt milyen típusú kiadást és plusz munkát jelentenek a városüzemeltetésnek, azt gondolom, hogy bizony ezzel is lehetne spórolni és komoly költségeket megtakarítani Pécs számára. A képviselő azt mondja, többször jelezte, hogy meg kell oldani a közterületek védelmét. Ehhez jó megoldás lehetne a térfigyelő kamerák kihelyezése, de eddig ez nem történt meg. Barkóczi Csaba abban bízik, hogy az októberben munkába álló új közgyűlés segítségével sikerül majd megoldani a problémát. Rövid híreink következnek. Kihirdették a tanévrendjét. A 2024-25-ös tanév szeptember 2-án indul. Az utolsó tanítási nap 2025. június 20-án lesz. Másnaptól kezdődik a nyári szünet, áll a Belügyminisztérium magyar közlönyben megjelent rendeletében. A tanév első fél évének január 17-én lesz vége. A diákok egy héttel ezután kapják meg a fél évi bizonyítványaikat. A jövő évi érettségik május 5-én kezdődnek majd. Az őszi szünetet meg előző utolsó tanítási nap október 25-e péntek lesz. A tanulóknak november 4-én hétfőn kell majd ismét az iskolapadokba ülniük. Téli szünetre a december 20-ai utolsó tanítási nap után mehetnek majd a fiatalok, és január 6-án kell visszatérniük az oktatási intézmények falai közé. Tavaszi szünetre április 17-e és 27-e között mehetnek a diákok. Minőségi szempontból jól szerepeltek a görögdinnyék a hatósági vizsgálatokon, de jelölési és egyéb hibák miatt a felügyelők több mint 1,5 millió forint bírságot szabtak ki, és 5,5 tonna terméket kivontak a forgalomból, tájékoztatta a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal pénteken az MTI-t. A nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés során 268 forgalmazót és 311 tétel görögdinnyét ellenőriztek a NÉB és a vármegyei kormányhivatalok zöldség-gyümölcs minőségi ellenőrei július 2. felében. Az ellenőrzések tapasztalatai alapján a forgalmazók döntő többsége magyar-görög dinnyét kínált, amelyek nagy része megfelelt a minőségi szabványoknak, valamint nyomon követhetőek voltak. Online adománygyűjtéssel segíti az iskolakezdést rászoruló családoknál a Magyar Vöröskereszt. A szervezet az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében azt írta, az augusztus 31-ig beérkező pénzfelajánlásokból tanszereket és iskolaszereket vásárolnak, majd azokat eljuttatják a rászoruló családoknak. Hangsúlyozták, a színes szeruzák, a tornaruházat, a sportcipők megvásárlása több tízezres tételt is jelenthet. Ezek beszerzéséhez adnak támogatást. A tájékoztatás szerint a szervezet országszerte 3000 iskolásnak és családjának nyújt iskolakezdő támogatást a lakosság bevonásával. A felajánlásokból iskolatáskát, tornazsákokat, tolltartókat, tollakat, ceruzákat, színes ceruzacsomagokat és füzeteket szereznek be szeptember elején. Tranzit címmel nyílt kiállítás a Nádor Galériában Pécsen. Egy képzőművész és egy fiatal szobrász a galéria által meghirdetett pályázat nyerteseként vehet részt alkotásaival a kiállításon. Komlódi Judit és Sipos Ábel Mihály az univerzum világát álmodják meg műveikben. A két fiatal művész korábban nem ismerte egymást. A Nádor Galéria által meghirdetett pályázaton mindketten nyertek. Munkájuk jól illik egymáshoz, megjelenik bennük az univerzum, az űr, az utazás, ami inkább lelki és elvontabb értelmezést kap. Azonban nem csak ezzel foglalkoznak műveikben. És emellett még az olyan különböző ilyen emléknyomokkal, amiket így tulajdonképpen az emberiség hagy maga után, tehát a kommunikációs eszközök, a rengeteg ilyen mindenféle hulladék, és ezekkel mind a ketten dolgozunk ezekkel a műalkotásainkban. Maga a cím pedig onnan lett, hogy hát így gondolkoztunk, hogy mindenképpen valami olyat szerettünk volna, ami egy ilyen átjárást fejez ki. A tranzit az eleve egy kicsit így
talán hajad ezekre a science fiction filmekre is, de mindenképpen itt ezt az átjárást akartuk így tehát a való világ és így az elképzelt ilyen univerzum, vagy a saját magunk elképzelt világa közötti átjárást. Az expedíció elnevezésű alkotása előtt állva Komlódi Judit elmondta, ezt a képet laptop belső elemeiből, CD-ből, bakelitlemezből készítette, összesen 6 darab panelből áll, melynek többi eleme a Nádor Galéria másik kiállítóterében látható. Ez egyébként a fényfesztiválra készült. Ezekben voltak ilyen ledek is, azok ilyen plusz ilyen átvilágítást adtak nekik. A plexit és a műgyantát kevertem. Most ezzel kísérletezek már egy ideje, ezekkel a transzparencia, tehát ilyen transzparens dolgokkal, amikbe bele tudok olyan dolgokat önteni, amit így említettem is, hogy valahogy tehát így a kommunikációval, tehát a különböző eszközöket, amiket így használunk. Én annak tekintek egy bakelitlemezt is, mert az is egy emléknyomot hordoz. Ugye az is bele van ebbe öntve, de ugyanígy egy chip, vagy egy memóriakártya. Rengeteg minden ebből ugye szemétre kerül. Nagyon sok információ marad rajta, amik nem is tudjuk, hogy mi. Ezen is egyébként konkrétan az egyik laptopom, amelyik így befutcsolt, vagy eddig tönkrement, annak az alaplapját használtam fel. Ezek az alkotások holdbéli tájra emlékeztetnek. Sipos Ábel Mihály szobrászművész álmodta meg a műveket. Ezzel kapcsolatos fantáziája még a gyerekkorra nyúlik vissza, melyet most kiválóan kamatoztatott. Nyilván a Star Wars, meg Star Trek, meg hasonló filmeket már kiskoromban ugye láttam, és azok meghatározták a későbbi munkáimat, mert valahogyan, tehát hogy annyira megtetszett, hogy azt szerettem volna, hogy ezekkel tudjak foglalkozni, és akkor úgy alakítottam a dolgaimat, hogy valahogyan legyen valamiféle közöm hozzá. Később meg, amikor kicsit átgondoltam, hogy miért is akarok ezzel foglalkozni, akkor rájöttem, hogy az űrnek a ilyen nagy végtelen sötétségébe annyi mindent bele lehet projektálni, meg hogy onnan bármi jöhet. Igazából nagyon sok ilyen fikciós történetet ki lehet találni. És tulajdonképpen bármit elbír ez a világűr, mert bármit kitalálhatunk mellé. A kiállítás augusztus 23-áig megtekinthető a Nádor Galériában Pécsen. A tranzit kiállításról bővebben a Pannon TV Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Egyedülálló modern köntösbe öltöztetett világzenei élményt nyújtott a Balkán Unión Quintet csütörtökön este. Az együttes a kelet-európai hagyományokat őrző zenészek csoportja, mely a modern zenei elemeket is felhasználja előadásaiban. A koncertnek a Zsolnai Kulturális Negyed Pirogránit udvara adott otthont. A zenekart a brilliáns gitárjátékáról és erőteljes énekhangjáról ismert Tóth Bagi Csaba alapította. Blues alapokon nyugvó gitárjátékára nagy hatással vannak balkáni gyökerei. Azonban ugyanígy meghatározó zenei pályafutása során magyar zenei neveltetése. Ehhez pedig még társul több évtizedes nemzetközi turnézása a neves gitárossal, Aldi Meolával. A csütörtök esti koncert főpróbája után beszélgettünk a blues gitáros zenésszel. Kint Amerikában megkértek, hogy főzzek egy valami olyan kaját, ami itt Magyarországon érdekes. És fel kellett hívnom anyukámat, hogy anyu, hogy kell csinálni a csirkepaprikást, mert ahhoz még összetudtam szedni a hozzávalókat. És nagyon vicces, hogy igazából így jött nekem ez az egész, hogy nekem valami ilyesmit kell csinálni, hogy megmutassuk azt, amik mi vagyunk, vagy ami innen jön tulajdonképpen. Egy olyan formában, ahogy ez talán nyugaton is elfogadható, a kettőt össze kombinálva tulajdonképpen. Innen jött az ötlet, és nyilván a Aldi Meola hatásai is talán érződnek ezen a dolgon, nem tudom. A lényeg az, hogy így jött ez az egyveleg össze zeneileg. A basszusgitáros Máté Lászlóval és a dobossal Kertész Ákossal már régóta együtt játszanak. Jelenleg a dobos beteg és helyettesítették a pécsi koncerten. Kezdte bemutatni a Balkán Unión Quintettet Tóth Bagi Csaba. Egy éve a Covid után jött úgy, hogy a Dávid és a Bránka csatlakoztak a zenekarhoz, akik pedig igazán ezt a népi dolgokat hozzák bele, és ennek nagyon örülünk. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ez most tökéletesen az, amit szerettem volna. De hosszú idő volt, mert 10 éve létezik a Balkán Unión, és én most érzem azt, hogy most már az szól, amit szerettem volna akkor 10 évvel ezelőtt.
hosszú út volt. Tóth Bagi Csaba több világhírességgel zenélt és együtt dolgozott. A magyar Geri Moore-nak tartott gitáros ritkaság száma menő itthoni szereplései mindig igazi zenei csemegének számítanak, és több korosztály rajongó táborát vonzák. Így volt ez a pécsi koncerten is a Pirogránit udvarban. A koncertről bővebben a Pannon Televízió Pécsi Kör című műsorában értesülhetnek nézőink. Rövid híreinkkel folytatjuk a híradót. Vasárnapig tesztelhetjük a csuklós elektromos buszt Pécset. Az autóbuszt az elmúlt hónapokban más vidéki városok közösségi közlekedésében is tesztelték, így Zalaegerszegen, Pakson és Miskolcon is kipróbálták a járművet. A Tüke Busz ZRT utasai a Magyarországon gyártott magas felszereltségű autóbuszt az Uránvárosból induló 2-es és 2A járatokon próbálhatták ki a tesztidőszakban. A járművet a BYD saját fejlesztésű 150 kW csúcs teljesítményű kerékagy motorjai hajtják, amelyeket a csukló utáni részben a tengelynél helyeztek el. A gyártó szerint az autóbusz hatótávolsága elérheti a 420 kilométert. Több ütemben 100 busz megálló utasváróját újítják fel Pécsen, írja közleményében a Városüzemeltetési Cég. Az önkormányzat által megkötött koncesziós szerződés keretében korszerű új utasvárókat telepítenek a város több pontján. Az első 4 ütemben összesen 60 esztétikus és modern utasvárót telepítettek a szakemberek. A munka nem áll le, őszig további 40 helyszínen készül el a korszerű utasváró. A 100 helyszín 10 megálló, többek között a Mecsekáruház belváros irányú megálló, vagy a Vásárcsarnok déli oldalán az Iparutca elnevezésű megálló új helyszínként szerepel a projektben. A kiemelt utasforgalmú helyszíneken nagyobb méretű várók létesülnek. A régi elbontott utasvárókat a Biokom újra hasznosítja, ugyanis a még használható elemek felújítva térnek vissza egyes leromlott állagú utasvárók helyére, vagy olyan helyekre, ahol eddig még nem voltak. Legújabb példa erre a Rózsadombon 2 buszváró, melyeknek vasvázát újították fel és festették le. A régió híreivel folytatjuk. Kis huszároknak szerveztek tábort Fonyódon. A gyerekek lovat szerszámoznak, íjazni tanulnak és megismerkednek több fegyvernemmel is. A táborban nagy hangsúlyt kap a hagyományőrzés, de emellett a közösségépítés is fontos szerephez jut. Az a lényeg, hogy a tüskének a teteje a síkba legyen ezen. A katonák egykori és jelenlegi eszközeivel is megismerkednek a fiatalok a fonyódi kishuszár táborban. A Kossuth erdőben berendezett bázison élik mindennapjaikat a gyerekek. Gondozzák a lovakat, rendbe teszik sátraikat, és a hagyományokat is ápolják. Nem csak a huszáros virtust, hanem a huszáros fortéjukat is megtanulják. Volt ugye a dolmány, ennek nagyon szép gombos gombjai voltak, és ezt azt kell tudni a gombokról, hogyha nem volt, a huszárnak elfogyott a töltete, akkor a gombokat is kilőtte, leszette és kilőtte. Zsigmond régóta tagja már a fonyódi huszárbandériumnak, az idei táborról sem hiányzik. 10 éve huszárkodom, kiscsoportos koromban kezdtem, amikor a kapitányék bejöttek az óvodába lovakkal, és már akkori huszárokkal, és nagyon megtetszett. Voltak barátaim is itt, és meg szerettem volna ismerni a magyar hazánkat, ezt az egész huszárkodást. Nekem nagyon tetszenek az egyenruhák, és szerintem egy szuper dolog ez. Idén 43 lakója van a kis huszártábornak Fonyódon. 7 fiatal Székelyföldről, Böjte Csaba gyermekotthonából érkezett. Tanulni jöttek, hiszen szeretnének Erdélyben is egy gyermek huszárcsapatot létrehozni. Igazából egy gyerekotthonból vagyunk, és nekünk nagyon fontos az, hogy a hagyományunk, a hagyományőrzés, és ez egy jó hely, ahol a gyerekeinknek nagyon sok dolgot gyakorlatban is meg tudunk mutatni, nem csak mesélni tudunk róla, hanem itt meg is tudják élni. A székely kishuszárok hamar beilleszkedtek a fonyódi csapatba. Eddig nekem úgy minden tetszett, a lovaglás, lovagoltunk, airsoftoztunk, múzeum is nagyon tetszett. A program fő célja a huszár hagyományok őrzése, de a tábor bepillantást enged a honvédség munkájába is.
Ma jött a honvédség, bemutatta a honvédség munkáját, hiszen szeretnénk a gyerekeket, a honvédség, tűzoltóság, rendőrség, ezeknek a szervezeteknek a munkáját megismertetni, és talán megszerettetni, hogy esetleg a gyerekek majd a élethivatásuknak ezeket a szolgálatokat választják. A gyerekekre péntekig várnak programok a Kishuszár táborban Fonyódon. 6 évvel ezelőtt indult útjára a Dombóvária kenyere kezdeményezés. Azóta minden év augusztusát okkal várják a város civil szervezetei. A Dombóvária kenyere idén búzalisztből készült. Egy adalékanyagmentes félkilós házi cipóra esett a választás. Augusztus 20-a felé közeledve azt gondolom, hogy ez egy olyan ünnepünk, amelynek próbálunk egy picit Dombóváron is másképp hagyományt teremteni, hiszen július végén, augusztus elején az Európa Pékség jóvoltából kiválasztásra kerül az a kenyér, amelyik 2024-ben elnyeri a Dombóvár város kenyere címet. Ez az alkalmat én mindig nagyon várom, hiszen finomabb pékárokat van lehetőségem megkóstolni, mert azért egy picit mindenkinek maga felé ajlik a keze, és a zsűribe én is kértem, hogy vegyenek be engem is. Az idén is 10 féle kenyérből választotta ki a zsűri az Európa Pékség által készített nyertes veknét. Nyilván azon túlmenően, hogy mi jól érezzük magunkat, amikor zsűriztük ezeket a termékeket, onnan nagyon sokkal fontosabb, hogy a Dombóvári Civil Szövetségben regisztrált civil szervezetek, mint egy 50 civil szervezet, kedvezményezetként megjelenik ebben a versenybe, hiszen augusztus 10-től 16-áig Facebook oldalunkon lehet rájuk szavazni. Aki a legtöbb szavazatot kapja, az augusztus 20-án megkapja ezt a címet, hogy nekik gyűjtünk. Ez a gyűjtés nem szól másról, mint a Pékség felvállalta azt, hogy 2024. augusztus 20-ától 25. augusztus 20-áig az év kenyeréből minden eladott darab után 20 forintot a civil szervezet számlájára jóváír. Nagyon remélem, hogy a dombaváriaknak is fog ízleni ez a kenyér, és az általuk kiválasztott civil szervezet minél több támogatásba fog részesülni 2025-ben. A Dombóvári Civil Szövetség közel 50 tagegyesülettel működik több mint 3 éve szoros együttműködésben a város önkormányzatával. Augusztus 1-én indult a Szekszárdi I. és Gyula könyvtár költöztetése a Tudásközpontba. A gyermekkönyvtárat már teljes egészében áttelepítették új helyére. A további munkálatok még folyamatban vannak. Már itt a Szekszárdi Tudásközpontban vannak az I. és Gyula gyermekkönyvtár olvasmányai. Most az intézmény szabadpolcos könyveit telepítik át az új helyre. Alapvetően a gyerekkönyvtárnak az elhelyezése másmilyen lett, mint ahogy eddig volt. A legfontosabb az a fajta kapcsolat, ami most már természetessé válik, hisz egy épületben vagyunk. Évtizedekig szekszárdiak azt tanulták meg, hogy a gyerekkönyvtár és a könyvtár két külön házban van. Ez azért nehéz, mert amikor a fiatalok kezdenek kamasszá válni, akkor újra meg kell szokniuk egy új épületet, így viszont egy épületben fölnőve a könyvtárba át tudnak könnyen jönni a másik épületben. A költözés további előnye, hogy a Tudásközpontban nagy közösségi tér áll rendelkezésre, ami eddig nem volt jellemző. Olyan rendezvényeket, olyan közösségi eseményeket tudunk így tartani az épületben, amire eddig nem volt lehetőségünk, és ez új lehetőségeket nyit a gyerekkönyvtár számára is. Az I. és Gyula könyvtár korábbi épülete már több mint 60 éves volt, építési stílusa elavultnak számított. Alapvetően úgy működött, mint egy régi csavarbolt. Van egy raktár, van egy raktáros, és aki kér, azt a raktáros kiszolgálja. Ezzel szemben a modern könyvtárak sokkal inkább, hogy egy ilyen boltos példánál maradjanak, sokkal inkább hasonlítanak a szupermarketekre, ahol az olvasó bejön, nézelődik, válogat, van neki lehetősége bármit kipróbálni. A költözés várhatóan októberben fejeződik be. Híradónk végén baranyai témáink még egyszer, röviden. Tiltakoznak a pécsi szivárványos nap ellen. A gyerekeket féltik a programoktól. Vandálok, rongálók ispitalján. Kamerákat szereltetne fel a pécsi képviselő. Tranzit a Nádor galériában. Pályázatnyertes művészek bemutatkozása. Világzenei élmény a Pirogránit udvarban. A Balkán Unión Quintet adott koncertet. Szombaton napos, gyengén felhős idő várható. Csapadék nem valószínű. Vasárnap szinte felhőtlen lesz felettünk az ég, zavartalan napsütés ígérkezik. Csapadék sehol sem várható. Fokozódik a hőség, a csúcshőmérséklet szombaton 30-33, vasárnap 32-36 fok között alakul. Délkeleten lesz a legmelegebb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!